Na sziasztok, üdv újra a Tomb Raider Anniversary-ban. Itt jön tehát a nagy teremnél, és mi egy új session csinálok, ugye így újra töltötte a checkpointot, és valamiért ide raktam megint a golyót. Nem tudom miért. Na mindegy. Nem tudom, hogy a golyó nekünk kell-e vagy nem, de én lelököm. Ismét. Zodj. Plács. Na most semmilyen mászóka nincs sehol, úgyhogy szerintem mindenképp le kell menjünk a vízbe. Ja, szerintem le kell menjünk a vízbe. Oh. Hát igen, ez úgy mély, ez úgy nagyon mély. Úgyhogy itt nagyon-nagyon figyelni kell majd a levegőnkre, hogy Lara ne hagyj megfulladjon. Mennyire jó jönne itt most a könnyű búver felszerelés az Underworldból. Akkor nem kéne aggódni a levegő miatt. Egyébként most pillanatra nézem, hogy most mit, hol, merre. Erre rá kéne majd ugranunk? Ez egy ilyen leúszható valami? Itt a kutya két füle. Aha, itt vannak ilyen mászokák, itt majd föl tudunk ide jönni. Értem, igen. És innen majd erre rá tudunk ugrani, jó. Vagyis, ez azt jelenti, hogy valahol le kéne eresszük a vizet. Úgyhogy kell keresnem valami kart. Állj, az ott mi? Ez hova megy? Ó, sehová! Gyorsan vissza! Az a zárva van. Hát igen, ez jó ki van számolva itt a dolog. Eszméletlenül mély ez a terem. Azt nem tudom, hol kell leereszteni a vizet? Valahol biztosan le kell ereszteni, ebben egész biztos vagyok. Valahol... Csak van ilyen víz alatt meghúzható kar, nem? Sehol? Kell lennie. Most megint nem látom a fától az erdőt, vagy... Jaj! Éppen hogy felértem. Na igen, hát ez így nem olyan könnyű, hogy Lara nem bírja olyan sokáig a víz alatt. És pont ezért tetszett az Underworldben. Tök jó újítás volt, hogy kaptunk búvár felszerelést. Jó sokáig lehetett lenni a víz alatt, nekem az nagyon tetszett. Nincs sehol, hát ezt nem hiszem el. Jaj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 
Na most, most nem tudom mi van. Na még egy próba. Nem tudom, hogy... Hirtelen, hogy... Most... Áh, ott van! Ott van lent, ott van lent, ott van lent. Azt hiszem az az lesz. Gyorsan, felfelé, felfelé, felfelé. Hát, igen. Nagy levegő! Itt! Húzd meg, gyorsan, gyorsan! És akkor elvileg... Így van, ezzel leeresztjük, jó? Amire leeresztjük a vizet, lára megfullad. Vagy nem?
Nem, ha-ha-ha-ha. Szóval eddig lehetett leeresztani. Hallani, hogy veszi a levegőt. Ott is van egy olyan cuccos. Előre azt is le kéne húzzuk, vagy, ne, vagy nem? I don't know. Jaj! Ugrani akartam. Na mindegy. Mekkora lába van. Jó, itt fel tudunk menni. Hátra tudunk. Ja, hogy e... Aha, kösz. Ráadásul ez még le is jön. Csodálatos! Azt hittem arra kell felmenni, de akkor erre kell oldalra menni. Jó. Értem én, értem én. Itt hátra tudunk majd ugrani? Nem, itt hákenezni kell, jó, már látom. És... át tudunk ugrani a létrára, aha, és ott föl, aha, jó. Látom. Ez az. Elsőre. Azt a szegét el kéne kapjam, ugye? Ha 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 ha. Nem biztos, hogy sokáig fogok még nevetni. Jaj! Igen. Hát itt tovább nem megyünk. Tap 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 tap. Áj, újabb puzzle feladvány. Értem én, értem én. Így kell... álljanak a Scarabeus bogarak, ahogy a képek mutatják, ugye? Tehát annak... 45 fokba is el lehet ezeket forgatni. Mi a fene? Az fel. Az jobbra. Haha! A szerencsére egy elég egyszerű puzzle feladvány volt. Szerencsére teljesen logikus. Ó! Oké. És ez nekünk azért jó, mert... mert kaptunk egy checkpointot. Oké, rendben. Így is jó. Ez jó lesz. Így. Így. De most miért jó nekem, hogy ez felemeltük a vízszintet, amikor előbb leeresztettük? Ide fel tudok menni? Igen, fel tudok menni. Fölmentem a kezére, a kutyának a kezére. Ott is van egy olyan puzzle feladvány. Eddig oké. Okay. De oda, hogy megyek át? Állj! Itt majd arra is rá kéne ugranom. És majd onnan, oda, onnan, oda. Az oké, de oda! Hogy megyek föl? Na várjunk csak. Juha. Ez kicsit magas lesz. Azt hiszem... talán innen a létráról? De először megnézném, ahogy ott mi van. Itt ki tudok? Ó, igen. Nem tudok kimászni, nem már! Ez nem jó. Én azt hittem, itt ki tudok mászni. Ez nagyon nem jó. Akkor megpróbálom a...
is föl kéne majd menni, de oda meg kellene a doboz, ugye? Tehát innen... Aha, oké. Így jó, ez nem fog lejönni, oké. Nincs olyan sín, ahol le tudna ereszkedni ez a fémrúd. Igen. Most abban reménykedem, hogy ez nem időre megy. Mert ha igen, akkor annak nagyon nem fogok örülni, és szomorú leszek. Úgyhogy gyorsan kell ússzunk. Biztos, hogy biztos, megpróbálok gyorsan odaérni. Mert amilyen... aranyos ez a játék! Tudtam, úgy tudtam, mondtam én. Éreztem! Éreztem! Nagyon kedves ez a játék. Mi van? Most... Aha! Meleged van? Most jöttél ki a vízből. Tehát az ábra nem itt van, hanem itt lenne a víz alatt. Jó, és akkor ezt most hogy kell nézni? Így? Vagy így? Most ezt én honnan tudjam? Na jó, megpróbálok itt el. Azt mondja fel, balra, jobbra, le. Fel, balra, jobbra és le. Fel, balra, jobbra és le. Fel, balra, jobbra és le. Azért... mondogatom, ne elfelejtsem. Tehát, fel. Balra, jobbra, és le. Ó, igen! Jaj. Na. Igen. Aha. Ó. Ó. Most ezzel... de ott a doboz, én azt hittem, hogy felemeljük azt a dobozt. Még mindig nem teljesen értem, hogy ez nekünk most miért is jó. Hogy idáig felemeltük a vízszintet, most nem teljesen értem. De igen, értem. Most ki tudunk mászni. Ott, igen, ez az. Ahol mondtam, hogy kéne doboz. Haha, checkpoint. Bi-bi-bi. Oké. Okay. Azt elfelejtettem, hogy ezek mindig lejönnek. Ez is le fog jönni. Az is. Igen, fel kell mászni. És most megyünk ahhoz a középső szimbólumhoz, amit le kell húzni, amit még az elején mondtam. Aha. Igen, ez az. Itt vagyunk a kutyafüleknél. Érteni? Ezt most csak le kell húzni, ugye? Hopp! Igen. És most mi történik? Wow! Gagagag! Ennyi volt az egész. Ugyan már, gyerekjáték. Gyerekjáték. Mármint ez tényleg játék, de nem mindegy. Halló? Nagyon gyanús nekem ez a széles, tágos folyosó. Ójjaj. Ójjaj! Halló? Hülye vagy! Ne rögtön ezren gyertek! Azért ez így nem túl fair. Felasz! Ne.
Hú. Rögtön rám küld 1000 ellenfelet, hihetetlen. Na! Itt pedig... egyértelmű, ide kell bejutnunk, ezt a rácsot itt el kell tüntetni. Márpedig úgy... hogy azt és azt ott valamit csinálni kell azokkal, ugye? És... talán... á, ott egy háken. Jó, először azt hittem, hogy ezen a plafonon tudunk mászni, mint annó a... hol is volt, Tomb Raider negyedik részében? A Core Design érákban volt ilyen... hogy függeszkedve lehetett mászni. Lehet már háromban is volt, nem tudom. Tehát... föl kell jussunk azokra a platformokra. És itt az oszlopokon lesz megint a manőverezgetés. Jaj, de jó! Hát én annyira szeretem ezt. Igen. Így. Így. És onnan oda át. Tehát így. Így. Igen. Jó. És innen? Jaj, ne! Ne, ezt ne! Ezt... majd hákenezés után 90 fokban el kell ugrani az oszlopra. Jaj, ne! Jó, szerintem itt megint 1000-szer bukta lesz ebből. De megpróbálom... innen! Ja Istenem! Tehát... oda a jobbra kéne, igen. Igen, oda... na azért. Hú, most majdnem kiesett a szívem. Most azt hittem, most szimplán leesik. Nem. Most... he? Most... he? De innen nem tudok odaugrani. Most akkor... ez most így most ezt nem érteni. Nem... ja, de érteni, jó. Igen. És akkor innen. Jó, hát én megpróbálok... megpróbálok arra ugrani! Ez az. Nem? Igen. És... igen. És akkor itt már csak... hátra! Ja, hogy ide kell a Sion, a két darab Sion. Kvalopek? Nem. Nem. Akkor Tihokán. Így van. Ha. Checkpoint. Ja, egy kettő rács van. Értem. Aha. Tehát jó. Ide kell a kettő Sion. Jobb oldal Tihokán, bal oldali a Kvalopek. Érteni? Akkor itt most mentek is egyet. Ígyni. Na, most azt kéne kitalálni, hogy a másik slothoz hogyan kell eljutni. Azt tudja, hogy ott azt van, igénybe kell vegyem. Ez egész biztos, csak nem tudom még, hogy hol. Egyelőre ötletem sincs. Én szerintem innen nem tudok oda visszaugrani, bár megpróbálom. Itt nincs háken.
Nem, hát jó. Ó, kapd el! Tudtam. Tehát, azt hogyan kéne alkalmazni? Szerintem erre az oszlopra kell a Hakennel eljutni, és onnan oda, és erről lehet... Nem erről az oszlopról. Ott fönn csak egy szikret van, ugye? Jól látom? Mintha annak tűnne. Jó, az most nem prioritás. De ha nem erről ugrok erre, akkor honnan? I don't get it. A rés addig... Itt viszont nincs sehol a rés. Ami nem jó. Várjunk csak. Addig megy a rés. De így is jó, mert oldalra tudok onnan ugrani. Jó, akkor mégiscsak erről az oszlopról. Jó. A kérdés az... A Hakent, hogy... Van egy terv... Erről. Igen, erről. Jó. Van egy tervem, aminek működnie kell. Tehát, átmegyünk, nem, ide a szomszéd oszlopra, így, igen, és innen, ez az, így, ez volt a tervem, pontosan ez volt a tervem, és innen elvileg azt az oszlopot el kéne tudjuk érni, valamelyik repedést el kéne kapjuk. Hopp, ez az. Tökéletes! És innen pedig a szomszédos oszlopot el tudjuk kapni. Így van. És innen pedig... Elvileg azt ott el tudjuk... Nem! Mi? Jó gyerekek, akkor ezt most mégsem értem. Esküszöm, hogy... Ezt el kellett volna kapja, nem? Vagy... Onnan kéne legfelülről oda? Lehetséges volna? Megpróbálhatom. Tehát... Semmi baj. Most, hogy kiirtottuk a 1000 darab ellenfelet, amit ránk küldött a kedves játék. Jaj, igen. Az előbb ment, akkor most is menni kell. Igen. Kötél hosszúságot nem kellett módosítani, akkor elvileg most sem fog kelleni. Zsúgy! Tehát oda, át, oda, és most elvileg itt annyi a trükk, hogy hátra, ugye? Na azért, egész hívba elkaptam majdnem, de ez a szikrethez vezet. De az nekünk most így miért jó? Innen kéne hátraugorjak? Nincs az Isten, onnan azt nem tudja elkapni. Ez kizárt dolog. Ez biztosan nem kapja el. Márpedig... Ez körbe lehet menni ezen. Hát ez tök jó.
Várjunk csak. Nincs is semmilyen karika izé, amivel tudnánk itt hákenezni, mondjuk? Nem, nincsen. Na jó, ha már itt vagyok, akkor ezt egyszer elhozom. Mondom, elhozom. Tehát... Hát pedig az a gond, hogy más ötletem nem igazán van. Most tényleg próbálj meg onnan oda hátra ugrani. Nem! Blá, blá, blá. Megint nem ugrott. Hát ezt nem hiszem el. Pedig most meg akartam volna próbálni azt a hátraugrást. Tudom, megint sokat bénázok. Tudom, tudom. Biztosan... Ti tudjátok már a megoldást, aminek én örülök is. Jaj, Istenem, jaj. Tehát, át tudunk menni arra, igen. Ja. Oké. Hát az előbb nem raktuk... Mi? Most... Ja. Jó. Mindegy. Megvan. Én voltam a béna, szokás szerint. Jó, nem vettem észre azt a nagyon fönn... azt ott... Nem vettem észre. Jó. Én voltam a okos. Halló? Guten Tag? Ah! Itt a harmadik... darab. Du zu deiner Verteidigung zu sagen? Die Götter wollen Taten sehen, keine Konzilien. Aber es ist ein Konzil, das heute über dich richtet. Ihr richtet über gar nichts. Atlantis ist zerstört. Daran ist nichts mehr zu ändern. Alles muss brennen. Erst dann kann das siebte Zeitalter beginnen. Du bist im Wahnsinn verfallen. Ich wende mich ab von dir. Für deinen Verrat. Dafür, dass du das Wissen des Sion missbraucht hast, um unsere Armeen gegen uns zu führen, verstoße ich dich für alle Zeit aus dem Heiligen Orden der Drei und verbanne dich in den immer kalten Limbus der Ewigkeit. Es ist zu spät. Das Räderwerk von Katar ist schon in Bewegung. Sing, ihr untergeht, werde ich mich aus dem Staub so erheben. Das waren Sie? Sie waren die Königin von Atlantis? Ja. Und der Sion birgt seine Geschichte. Er birgt weit mehr als das. Das gesammelte Wissen der Ahnen. Dinge, die euch allen unbegreiflich wären. Was ist das siebte Zeitalter? Wie weit würden Sie gehen, um das herauszufinden, Lara? Nicht weit genug, fürchte ich. Schnell, töte sie. Wir haben viel zu tun. Mit dem größten Vergnügen. Du kannst zusehen, wie ich sie absteche. Quick Time Event! Ah!
és sikeresen végeztünk Egyiptommal. A végén láthatunk egy ilyen szép átvezető jelenetet, amire pár kérdésre választ kaptunk. Ugye Nátla volt Atlantis istennője, pontosan a királynője, bocsánat, és a végén láthatjuk, hogy erre a hollywoodi filmeket megszégyenítő mutatvánnyal feljutott Nátla egyik hajójára. Ó, és fel is oldottunk pár dolgot. Még szép, hogy mentjük. Ha-ha-ha-ha. Megérkeztünk. Nátlas Minen, Nátla bányái című fejezethez. Lehet is látni a konténereken a feliratot. Ez innen tehát a játék egy új fejezete. Nem rossz. Ú, szép az vízesés, nem? Ó, igen. Ezt majd a következő részben fogjuk megnézni, de rövid sneak peek. Nincsen pisztolyunk. Ugye, elvettek tőlünk mindent, az összes fegyverünket. Gyakorlatilag csak a háken maradt meg nekünk. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a következő résztől. Nyomok is még egy mentést. Sőt, csinálok ide még egy újat. Nátla... Nem. Nátla néven. Egy. És akkor innen fogjuk folytatni a következő résztől. Ha tetszett ez a rész, akkor nyomj el lájkot és tartson legközelebb is. Innen fogjuk tehát folytatni. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!